térképpel és mérőszalaggal felfegyverkezve tartott helyszínbejárást a polgármesteri hivatal szakmai stábja a Garai utcában. Hamarosan munkagépek veszik át a területet, és megkezdődik az utca rekonstrukciója. A város ezzel egy nagyon régi adósságát törleszti a lakosság felé. Ennek a beruházásnak a keretében a város egy nagyon-nagyon régi adósságát teljesíti mind a Garai utcai lakók irányában, mind pedig a város többi polgára irányában, hiszen a temető megközelíthetősége, a temető körüli parkolás fog megoldódni reményeink szerint június végére. A tavalyi esztendőben 9 új parkolót hozott létre a fejlesztés keretében a város, valamint a temető rekonstrukciója során a vízelvezetés is elkészült. A Garai utcában gyakorlatilag egy 5 méter 50 centi széles aszfaltos út fog készülni két oldalt kiemelt szegélye, és ezen az útszakaszon zárt csapadék csatornával fogjuk biztosítani majd a csapadékvíz elvezetését, csatlakozva ahhoz a nyílt árokhoz, ami tavaly már a temetőn keresztül elvezetésre került. Ezek a létesítménynek kerülnek az elkövetkezendő hetekben kiépítésre. Az útburkolat felújításán, illetve kiemelt szegély készítésén túl még az adott szakaszon meg fog épülni még az új járda is. Itt térburkolat készül, illetve a csapadék csatornába kerülnek bekötésre a házakból kijövő csapadék csatornák, illetve a tetőnek a lefolyó eres csatornái. A kivitelezés érinteni fogja a gépjármű beállókat, azokat a megfelelő módon, hogy ezek járható maradjanak, korrigálni fogjuk, illetve amennyire érinti, ezt természetesen helyre fogjuk állítani. A bejárokból annyi új burkolat fog épülni, ami ahhoz szükséges, hogy az új útszakaszt és a meglévő bejáró burkolatot össze tudjuk kötni, illetve járhatóvá fogjuk tudni ezáltal tenni. Az építkezés várhatóan jelentős fennakadásokat okoz majd Bátaszék forgalmában. Nem kis türelmet kérünk az érintett lakóktól, hiszen a teljes útszakasz lezárását kellett elrendeljük, mert a műszaki folyamatok olyan szűk térben zajlanak, hogy a közúti közlekedést már nem tudtuk volna balesetmentesen garantálni. De ezt a beruházásnak a forrását a város a 2019 évi költségvetésben biztosította, és ahogy jeleztem is, gyakorlatilag reményeink szerint június végére a beruházás be is fog fejeződni.